Az elmúlt években az Orfői kis tóstrandon, valamint a Pécsi és az Abaligeti tó szabad strandján is biztonságos körülmények között lehetett fürdőzni Baranyában. Ez idén is így van, tehát ez a három természetes vízfelület, ahol engedélyezett a strandolás. A tavak ugyanis kiváló, illetve jó minősítést kaptak. A hatósági ellenőrzés magában foglalja a víz laboratóriumi minőségi vizsgálatát, valamint a helyszíni szemlét. A kollégáink szezonnyitás előtt ellenőrizték ezeket a strandokat, és megállapították, hogy megfelelő számú öltöző van, illemhely áll rendelkezésre, tusolók vannak, első segélynyújtó lehetőség van, illetve úszómestél is rendelkezésre áll, illetve szép rendezettek a zöld területek. Az ilyen vizek laboratóriumi minőségi vizsgálata mellett ugyanis ezek a szempontok is fontosak a biztonságos fürdőzés érdekében, tette hozzá a tiszti főorvos. Dr. Kassai Veronika azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy továbbra sem javasolta megmártózás azokban a természetes vizekben, amelyeknek a vízminőségét rendszeresen nem ellenőrzik. Megyénkben ezek közé tartozik a pécsváradi Dombai-tó, a Duna-Mohácsi szakasza, valamint a Dráva-Szabolcsi kikötő is, ahol nem biztosítottak a közegészségügyi feltételek sem. A nem ellenőrzött vizekben való fürdőzés könnyen fertőzésekhez vezethet. Főleg olyan kórokozók fordulhatnak elő nem ellenőrzött vizekbe, amelyek széklet eredetű ugye szennyeződést tartalmaznak, tehát akár szennyvízbefolyás miatt, akár állati ürülék tartalma miatt, és ez bizony lenyeljük, és hát hasmenést, hányást okozhatnak ezek a kórokozók. Ehelyett válasszuk inkább az ellenőrzött tavakat, vagy a víziparkok, uszodák, strandok szintén rendszeresen vizsgált biztonságos medencéjét, tanácsolja a szakember.